TV, de csak eredeti ma is láger megy. Sziasztok, Dóri vagyok, és egészen 9 órájtok, 9 óráig vár benneteket itt a live velem együtt, és egy újabb órát kezdtünk el, ami azt jelenti, hogy 7 óra is elmúlt. Na de, hogyha már 7 óra elmúlt, akkor azt lehet mondani, hogy vagy véget ért, vagy valakinek még kezdődik a vacsora idő ha már vacsora és étel, ugye világszerte lésznek iratlan szabályok az étkezéssel vagy a kajálással kapcsolatban, ebben ugye Magyarország sem kivétel. Hoztam nektek egyébként pár érdekességet, mit is tudhatunk meg ezekről a dolgokról. Például gyermekként sokszor hallottuk, hogy aki először végez az evéssel, az lesz a kisangyal. Öh, nem tudjuk, hogy miért, de nagyon gyorsan kellett tenni, de hát ugye nem lett meg az eredménye, vagy elnyerhetük ezt a címet, hogy anyunkánk minket megdicsért. Aztán, ha kiborult az ital, és uh, folyamatosan néztük azt, hogy hova csorogál a, a jó kis ivókánk, akkor az azt jelenti, hogy gyermekáldás, vagy hamarosan valaki várandós lesz. Ugye, mint tudjuk, én is közéjük tartozom, nem ülünk az asztal sarkára, ha férje szeretnék menni, mert elvileg úgy tartja a hagyomány és a szokás, hogyha oda ülünk, akkor nem megyünk férhez. Minimum 7 évig, hát én úgy érzem, hogy nem ülünk egy jó ideig anyja asztal sarkára, mert szeretnék az egy hétőn belül jönni, fogni egy pasit. Na mindegy, és alapvető étkező szokások ugye vannak a világszerte különböző helyeken. Na most, Afganisztán is egy ilyen példa. Például ott képzeljétek el, ha a kenyér leesik a földre, felveszik és megcsókolják. Érdekes szokás. Aztán, Portugáliában, ha nincs só és bors az asztalon, semmiképpen se kérdjünk, mert az olyan, mintha megkérdőjeleznénk a szakács, fűszerezési képességeit. Én szeretem, hogy a sós meg borsos az étel, ki, ki, hogy van vele, de hogyha szeretnétek elküldeni még nekünk szokásokat, vagy hogy Magyarországon szerintetek milyen hagyományt őriz az étkezés, akkor van egy SMS számunk a 0630 9923 923, és van egy Facebook oldalunk is, TV 1 egy official néven megtaláltok minket ott is, írjatok nekünk, üzenjetek, és mindent elfogadunk, minden kritikát, minden hozzászólást, sőt, hogyha olyat írtok nekünk, akkor még be is olvas Nektek szóval gépelés és telefont előkapni, mindjárt jövök vissza, most pedig zene!